Közel 44 millió forint értékű új koraszülött mentőautót vásárolt a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány, amely a dél-dunántúli régióban, tehát Baranya, Somogy és Tolna megyékben végzi a koraszülött mentést 24 órás folyamatos ügyeletben. Évente körülbelül 700 kisbeteg szállítását végzik a három megyében, így fontos a korszerű technológia. Ilyen az a szállító inkubátor, ami a mentőautóban található, melynek súlya meghaladja a 100 kg-ot. Egy speciális Sherpa nevű hordágy emelőrendszer viszi már ebbe az autóba be, mert korábban kézzel kellett szállítanunk. Ebben a babát tudjuk biztonságosan rögzíteni, szállítani, a megfelelő meleget tudjuk biztosítani, oxigént tudunk neki adni. Az inkubátor fel van szerelve lélegeztetőgéppel, hogyha lélegeztetésre van szükség. A paramétereket különböző monitorok figyelik, és az infúziós berendezésekkel megfelelő gyógyszereket tudjuk neki adni. Ez egy speciális felszerelés, csak ez az egy mentőautó van ebben a régióban. A korábbi mentőautó már több mint 250 ezer kilométert tett meg az elmúlt évek mentései során, az a jármű most tartalékban van, mondta az átadó ünnepségen a klinikai központ stratégiai elnök helyettese. Dr. Bonc Imre hangsúlyozta, hogy nagy szükség volt már a váltásra, az új autó pedig méltó helyen állt szolgálatba. Alapítványi támogatás keretében kerül ide a Pécsi Tudományegyetem klinikai központjának szülészeti és nőgyógyászati klinikájára ez az új mentőautó, és a funkciója a koraszülött betegellátásnak a támogatása Baranya, Somogy és Tolna megyékben a szükséges koraszülött szállítást ezzel a mentőautóval végzi az alapítvány. A koraszülött mentőautó egyébként az általános fejlettségű, de súlyos beteg csecsemők szállítását is végzi. Ezt a munkát a régióban kizárólag a Szívbeteg Gyermekekért Alapítvány dolgozói végzik, egy gépkocsi vezető, valamint egy-egy gyakorlott szakorvos és ápoló.